Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt vendégeim! Településünkön, Salánkon, október 22-én került sor az itt lévő emlékpark felavatására, melyben helyt kapott az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére Pólin Elek helybéli fafaragó művész által készített szoborkompozíció. Országgyűlésének elnökét helyezze el koszorúján tisztelete jelképéül. Engedély nélkül viszont átléptem. Nem csak fogom vagyok át, de át, hogy is mondom. Kiviseli gondját apró kis kecskéimnek, hogy a vadak szét ne tépjék. Kire is bízhatod, csak ő rá bíz. Gyere be te! Olyan hideg van kint szinte, majd megfagyok. De rég termetemet jól megtekintsétek. Amit a szám beszél, azt is megértsétek. Ne azon csodálkozzatok, hogy milyen kis bajszom van, hanem azon csodálkozzatok, mi történt az éjjeli szállásomon. Tisztelt egybegyűltek! Engedjék meg, hogy a Salánki óvoda új részlegének megtartandó ünnepségét megnyissam. Tisztelt elnök úr, parlamenti képviselő, hölgyek és urak, nagykövet úr, kormánybiztos urak, megyei elnök és alelnök urak, tisztelt konzul urak, történelmi egyház képviselői, polgármester urak, és mindenki, aki a mai napon együtt örül, közös összefogással elkészült óvodánk átadására. Szeretném megköszönni azoknak, akik valóban ennek az útnak és ennek a valóságra, váltására mindent megtesznek. Ez kormányzónk Genegyi Moszkály, megyei tanács alelnöke Barta József, falunk szülötte, és persze mindazok, akik végig fognak kísérni minket ezen az úton, hogy valóban ez a 14 kilométer, ez valóban már egy néhány perc, 15 perc alatt történjen meg. Történelmet ír Salánk ebben a pillanatban. Magyarország országgyűlésének elnöke tudjuk üdvözölni településünkön mély tisztelettel dr. Kövér Lászlót, és nem utolsó sorban lehetséges azért is tölt el minket örömmel ez a nap, mert 120 gyermek boldogan dobog, 120 gyermeknek boldogan dobog a szíve, és emlékeztetések válik számukra ez a mai nap.
a kedves nevelőik számukra, szüleik, nagyszüleik részére, és különlegesen advent harmadik hetén. Az álmok megvalósása a karácsonyi csoda 2016-ban beteljesedik. Itt nálunk, Salánkon is. De minden álom, ez is egyszer elkezdődött. Köszönjük a magyar kormánynak, miniszterelnök úrnak, házelnök úrnak, kedves barátaimnak, dr. Papp Lászlónak, polgármester úrnak, Debrecennek, Miskolcnak, Miskolc városainak, a zombor csoportnak, testvértelepülésünknek, Tarpának, az óvoda munkatársainak és mindazoknak, akik elősegítették ezt a projekt megvalósítását. Igazi boldogság szállt ma Salánkra. Hajrá Magyarország, hajrá Ukrajna, hajrá Debrecen és Salánk! Piros a sufricipóa, szívesen csinálják, ha nincs cipó, ha nincs kalács. Mit tehet az ember? Fogadja a vendégeket meleg szeretettel. Kedvesen gyűltek! Egyfajta népi bölcsesség szerint a gyermekek szemében mindig a jövő tükröződik, ezért az óvoda itt Salánkon is nem pusztán egy nevelési intézmény, hanem mindig a jövőháza. Egy magyar óvoda Kárpátalján vagy bárhol a nagyvilágban mindig a magyar jövő egyik legbiztosabb ígérete. A gyermekeink szemében tükröződő jövő pedig itt Kárpátalján, Ukrajnában, Magyarországon vagy Európában nagy részt olyan lesz, mint amilyenné mi, gyermekeinkért felelős felnőttek és a jövőért felelős politikusok tesszük. Amikor a mindennapi élet nehézségeinek súlya alatt a felnőttek elfáradnak, kilátástalannak és reménytelennek érzik a napi egzisztenciális küzdelmeiket, akkor a gyermekek tekintetéből mindig erőt, reményt és távlatot meríthetnek. Mi magyarok így érezzük ezt itt Kárpátalján és szerte a Kárpát-medencében. Ezért különösen ma, az adventi boldog várakozás időszakában mindannyiunk számára ajándék együtt lenni a salánki óvodásokkal. Adventkor arra várunk, hogy megszülessék a szeretett tanító mestere, és erre különösen nagy sóvárgásot, ahol háborús fenyegetettségben élnek az emberek. Kárpátalja és Ukrajna ma sajnos ilyen háborús félelmektől és fenyegetettségtől szenved. Sok magyar gyermek Kárpátalján, sok ukrán gyermek Ukrajnában nem érti, hogy édesapjuknak miért kell távol lenni a családtól, miért kell távoli harctereken szolgálniuk, vagy még távolabbi külföldön dolgozniuk azért, hogy a család megélhetése biztosított legyen. Sok magyar gyermek nem érti édesanyja szívében az aggodalmat a kárpátaljai szülőföldért, a magyar közösségért és a magyar anyanyelvért. Ha a gyermekek szemébe nézünk, akkor az ukrajnai, a kárpátaljai és így a salánki gyermekek szemében is egy olyan tiszta és emberséges jövőt szeretnénk látni tükröződni, amilyen némi ukrán és magyar felnőttek, szülők és politikusok tehetnénk. Minden kéne még elmondanom. Nagykövet úr, főkonzul urak, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim, kedves salánkiak! Szeretettel és büszkeséggel köszöntöm Önöket itt Salánkon, a magyar történelem egy különleges helyszínén, a Rákóczi Szabadságharc utolsó országgyűlésének településén. A Jóisten, a meg
Tarpa polgármestere, Szécsi Szabó és barátom úgy akarta, hogy Debrecen és Salánk útjai keresztezzék egymást. Persze nem csak azért, mert a két település történelmében is megvannak a párhuzamosságok, hiszen Salánk, ahogy említettem, a Rákóczi szabadságharcban, míg Debrecen Kossuth által a Magyar Szabadság őrvárosának nevezett város az 1848-49-es szabadságharcban volt a kormánynak és az országgyűlésnek átmenetileg székvárosa, hanem azért is, mert Debrecen soha nem volt szűkkeblű, ha barátainak segítségre van szüksége. Debrecen városa éppen 100 évvel ezelőtt is tanúbizonyságát adta segítőkészségének, amikor 1917. júliusában Márk Endre, a város akkori polgármestere, a mai Szlovákiában található Zboróban egy olyan ünnepségen vett részt, amelyen az 1914. decemberi orosz támadás következtében elpusztult település Debrecen városának adományából újjáépített házait adták át az ott élőknek. Az újjáépített településrész akkor Debrecen falva nevet vettek föl, csak tájékoztatásra mondom polgármesternek, ilyen igény jelenleg nincsen. Orbán Viktor miniszterelnök úr Kárpátalja támogatására vonatkozó felhívásának eleget téve 2015. októberében, amikor az új óvoda alapkövét elhelyeztük Aljokin Viktor polgármester úrral, akkor valójában a jövőben rejlő lehetőség alapjait helyeztük el. Egy másik Viktor, Viktor Ügő írja a következőket. A jövőnek sok neve van. A gyenge úgy hívja elérhetetlen, a gyáva úgy ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi. Most polgármester úr egy bátor ember, mi debreceniek pedig szívesen kötünk szövetséget olyanokkal, akik a jövőben és az együttműködésben látnak lehetőséget. Képviselőnök és hölgyek, elnök úr, helyettes úr, tisztelt jelenlévő, kedves salánkiak, tisztelt óvodai dolgozók, kedves gyerekek! Egy végén valamit is szólni, hiszen, ahogy dalban is elhangzott, és valóban hallgattam a beszédet, ugyanazokat a dolgokat gondoljuk erről a dologról, és még sok minden másról, mint elhangzott a korábbi beszédekben. Külön itt lenni, itt Advent idején, Salánkon, amikor valóban egy rendkívül fontos jövőbemutató dolog valósult meg, megépült a óvodának az új épülete, ezáltal az itt nevelődő gyerekek sokkal jobb körülmények között tudnak élni, és a nevelők pedig dolgozni. Присутствие керівника або голови народних зборів Угорщини – це говорить про дружні відносини між Угорщиною і Україною. Magyar országgyűlés elnökének személyes részvétele a két ország jó kapcsolatáról árulkodik. Думаємо, що це, ну, здається, простий садик сьогодні в експлуатацію, і урядовий садик. Це зовсім не так. Це зовсім інші дружні відносини в нас між Угорщиною і Україною. Úgy gondoljuk, hogy ma egyszerűen csak egy óvoda átadásáról van szó, egy egyszerű óvoda átadásáról használatban. Голова народних зборів сказав правильно, що сьогодні нам важко, сьогодні у нас війна. De valójában az országgyűlés elnökének részvétele többről árulkodik, és ahogy ő is elmondta, jelenleg nehéz helyzetben vagyunk, háborús időket élünk. Наші сусіди на сході не допомагають будувати нам садики, а прийшли до нас з війною. A keleti szomszédaink nem segítenek nekünk óvodákat építeni, hanem háborúval érkeztek hozzánk. І ми вдячні нашим сусідам, западним сусідам, особливо Угорщині, яка сьогодні допомагає. Igen nagy öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek ennek a mai salánki örömünnepnek. Készülve a mai óvoda átadóra, polgármester úrral beszélgetve felmerült a gondolat, hogy a beregszászi konzulátus nevében köszöntsünk, illetve elismerő oklevéllel ismerjük el néhány az óvoda bővítésében, felújításában nagy érdemeket szerzett személyeket. Némi képzavarral ugye hallottuk, hogy
ennek az óvodának a bővítésének a bölcsője az Tarpán ringott. Tarpán történt a nagy egymásra találás, és itt Kárpátalján több éve dolgozva látom, tapasztalom, hogy ez a két település milyen szoros szálakkal kötődik egymáshoz, és hogy nem csak az ünnepnapokon, hanem a mindennapokban is kiváló támogatása talál Salán község Tarpában és annak polgármesterében, Szécsi Szabolcs úrban. Az első ismerő okleveret Szécsi Szabolcs polgármester úrnak szeretném látni. Приємно сьогодні вітати саме жителів села Шаланки. Нагь örömömre szolgál ma a Salánki lakosokat köszönteni. Які сьогодні завершаться урочисті події, в яких залишиться добра споруда дитячий садок. Hisz ma az ünnepi események végeztével egy kiváló épület maradt itt, egy óvoda épülete. Мені вдвічі приємніше наголосити на тому, що сьогодні в нашому районі за цей рік ми відкриваємо четвертий дитячий садочок. Még nagyobb öröm a számomra, hogy a járásban immár ez a negyedik óvoda, amit az idén megnyithatunk. І саме тут є виражено національне співробітництво, два угорські, два українські села отримали нові садочки. És itt van legjobban kifejezve a nemzeti együttműködés, hiszen két magyar és két ukrán óvoda volt ez. І сьогодні хотілося виразити слова вдячності всім, хто доклав зусиль до будівництва і відкриття сучасного нового дитячого садочка. Thank you.
це дуже визначає дуже красива подія, адже тут сьогодні ми відкрили нову будівлю садика тут в Шаланках, яка була збудована за допомогою угорських міст Дебрецена та Мішкольця, в присутності голови державних зборів Угорщини пана Ласло Кивера. Добре, коли завершується рік таким чином, що щось вдається, якийсь результат показати. І особливо добре, коли ми показуємо такий результат, коли відкривається навчальний заклад, особливо садик, адже хто будує садик для майбутніх поколінь, той вірить в майбутнє. А це село Шаланки, думаю, вся Закарпаття, Україна вірить в майбутнє, вірить в те, що наші діти будуть жити в кращих умовах. Дуже добре, що тут була показана дружба між нашими народами, адже такі міста, як Дебрецен і Мішкольц, які узнали, що тут є проблеми з фінансуванням цього садика, надали відповідну допомогу, і результати цього цей садик був побудований. Надіюся на те, що наступний рік буде кращим, і буде в Україні мир, почнеться економічний розвиток, і зможемо в майбутньому збудувати власні садики, школи, інші соціальні об'єкти без закордонної допомоги і власними силами.